Online informatikai kurzus. Az informatika a látássérültekért alapítvány bemutatása. Előadó Szuhaj Mihály, kuratóriumi elnök, informatika a látássérültekért alapítvány. A felvételt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége készítette, a Reális Jövő, látássérült középiskolások reál tantárgyi tanulását támogató ismeretek átadása. IFJ G20A0291 című projektje keretében, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg. Fenntartható jövő. Szeretettel köszöntök mindenkit, Szuhaj Mihály vagyok, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány vezetője. Köszöntöm a jelentkezőket, az érdeklődőket ezen a Zoom rendezvényen, amelyen az alapítványunk által képviselt technológiákat, tananyagokat, információkat szeretnénk röviden összegezni, és ezekkel megismertetni benneteket, önöket. Röviden hadd mutassam be az alapítványt annak, aki még nem ismer bennünket, és most hall először az Informatika a Látássérültekért Alapítványról. Non-profit civil szervezetünket az NVGOS hozta létre 2000-ben. Így már 20 éve működünk, jelenleg 22 főből áll az alapítvány munkatársi csapata, többségében megváltozott munkaképességű munkatársakból állunk. Az alapítvány létrehozásának célja az volt, hogy az informatika eredményeivel lehessen segíteni a vak és gyengélátó emberek rehabilitációját, integrálódását a többségi társadalomhoz. Célunk, hogy bevonjuk az informatikai cégeket, hogy az eszközeikkel és szoftvereikkel, technológiáikkal egy élhetőbb életet teremtsenek a látássérült emberek számára. Ugyanígy célunk, hogy maguk a látássérült emberek megismerjék ezeket a lehetőségeket, és felismerjék bennük a lehetőséget az önmaguk helyzetének jobbra fordítására, önállóságuk javítására. Mi hiszük, hogy az informatikai eszközök önállóbbá tudják tenni a látássérült embert. Az alapítvány székhelye azonos az NVGOS székhelyével, de a működésünket a telephelyünkön fejtjük ki. Címünk 1145 Budapest, Bácskai utca 29/B. Honlapunk a www.infoalap.hu. A honlapon megtalálható az ügyfélszolgálatunk elérhetősége és nyitvatartása. Kedden és csütörtökön fogadunk személyesen ügyfeleket nyitvatartási időnkben, de a hét minden napján tudjuk fogadni a telefonos érdeklődéseket és az e-mailes megkereséseket. Az elérhetőségek majd a képernyőn is meg fognak jelenni, illetve a honlapunkon bárki megtalálhatja. És magunkról röviden akkor én mindössze ennyit szerettem volna elmondani, rövid bemutatásként, hiszen a többség, mit sejtem, és bízom benne, hogy már ismer bennünket. Most egy kis témát váltva, szeretnék arról a legfontosabb dologról beszélni, amelyet az alapítvány elért ebben az elmúlt 20 éves tevékenységben, illetve ennek a tevékenységnek a legkiemelkedőbb eleméről mondanék néhány szót. Ezt pedig úgy hívják, hogy országlicensz. Többségetek tudja, hogy mi képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftverekkel használjuk a számítógépet. Ezek beszélnek, nagyítanak, és kényelmessé teszik a számítógép, mobiltelefon kezelését még a rosszul látó emberek számára is. A Windows alatt ezek a szoftverek változatos módon érhetőek el, többféle változatban is megtalálhatóak.
Akkor, amikor mi elindultunk, akkor még egyetlen igazán kidolgozott Windows-os program sem volt a magyar felhasználók számára. Különböző részleges megoldások léteztek, de igazán kézreálló, könnyen kezelhető, telepíthető, minden tekintetben magyar nyelvű szoftvert nem állt rendelkezésre. Az alapítvány részéről ekkor kerestük meg, hogy melyik lenne az a megoldás, mely cég termékeit lenne legérdemesebb elérhetővé tenni idehaza a látássérült felhasználók részére. Választásunk a Freedom Scientific cég termékeire esett. Az általuk gyártott JAWS képernyőolvasó és Magic képernyő nagyító a legnépszerűbb termékek közé tartozott nemzetközi viszonylatban. Így megkezdtük, felvettük a kapcsolatot a céggel, és a termékeket behoztuk Magyarországra, és a honosító csapatunk, szoftverhonosító csapatunk dolgozni kezdett ezeken. Ugyanakkor ezek a szoftverek kereskedelmi termékek, amelyeket csak úgy tudtunk itt Magyarországon elérhetővé tenni, hogy mi magunk is megvásároltuk. Illetve bárki más megvehette ezeket, és egy idő után az alapítványunk fel is vállalta ezeknek a termékeknek a hazai disztribúcióját. Természetesen mindig az volt a célunk, hogy a hazai látássérült embernek ne kelljen ezért fizetnie. Ennek érdekében évről évre meghirdettünk szoftver licensz adományozási programot, pályázatot, és ezeken keresztül juttattuk el a tanuló, munkát végző, vagy otthoni felhasználásra igénylő felhasználókhoz a JAWS és Magic programok teljes értékű licenszeit. Ugyanakkor elég hamar be kellett látnunk, hogy jóval nagyobb az érdeklődés, mint az alapítványunk anyagi lehetősége. Ezért folyamatosan kerestük azokat a megoldásokat, azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnánk mégis ezt mindenki számára elérhetővé tenni. Ez a gondolkodásmód és keresés utána járás vezetett el oda, hogy 2018-ban országlicensz megállapodást tudtunk tető alá hozni, ahol a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT megvásárolta a Freedom Scientific cégtől, illetve új nevén Vispero cégcsoporttól a Magyarország területére a JAWS, Magic, ZoomText és Fusion szoftverek országlicenszét. Ez azt jelenti, hogy egy egyösszegű vásárlás fejében ezek a licenszek Magyarországon minden látássérült és olvasási nehézséggel küzdő ember számára ingyen váltak elérhetővé. A licenszeket igényelni a magyarország.hu honlapon keresztül lehet. Ennek pontos címe akadálymentes.magyarország.hu. Itt egy egyszerű webes űrlap kitöltésével igényelhető a licensz, amelyet egy az megadott e-mail címre küldött válaszlevélben küldenek el. Magyarán ez egy hitelesítő kód, amelyet, hogyha a honlapunkról letöltött szoftver, demo szoftverek részére megad a felhasználó, akkor ezek a demo szoftverek teljes értékű programmá válnak a licensz időszakra, a licensz által biztosított időszakra. Ugyanis ez az ország licensz, ez nem örök licenszekre vonatkozik egyelőre, hanem éves periódusokban vált elérhetővé a teljes ingyenesség. 2018-tól 19-ig, majd 19-től 20-ig, és most legutóbb pedig már egy két éves periódusnak köszönhetően 2022. 6. hó 30-áig igényelhetőek és használhatóak ezek a licenszek. Kérek és biztatok mindenkit, hogy vegyétek igénybe, aki még nem tette, éljetek a lehetőséggel, igényeljétek a licenszeket, töltsétek le hozzájuk az alapítványunk weboldaláról a szoftvereket, és mindenki élvezze ezek által a szoftverek által nyújtott lehetőségeket. Sok sikert kívánok a programok használatához!